Volt már arról szó, hogy mennyire szerencsések manapság az emberek Magyarországon, ugye az ötös lottót elvitték ketten is az elmúlt két hétben, ugye a főnyereményt, aztán az új szerencsejátékban is már van telitalálatos, és legyetek szerencsések, Taven Bachtele, egy különleges mű, amelyet most újra gondoltak, Fitos Dezső társulat előadásában, itt van már Fitos Dezső rendezőkoreográfus, valamint Kocsis Enikő rendezőkoreográfus itt a stúdióban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És ez az újra gondolt verzió, méghoz egy új helyszínen, majd március 12-én, kedden 19 órától a Várkert bazárban. Kezdjük magával a művel. Mitől olyan különleges? Ugye én olvastam róla, hogy nagyon sokszínű és nagyon sikeres is volt az elmúlt időszakban. Minek köszönhető maga az, hogy ennyire sikeres, maga a sikere minek köszönhető? Enikő, kezdjed te. Én kezdem. Hát először is szerintem maga a roma kultúra nagyon vibráló, izgalmas és virtuóz táncokkal, énekekkel, zenékkel, tehát teli, és ennek egy ilyen nagyon színes válogatását próbáltuk Dezsővel összeállítani ebben a műsorban. Nagyon fontos, hogy egy olyan műsort szerettünk volna, amikor ezt így megálmodtuk, hogy a cigány kultúrának valami gyöngyszemeit szeretnénk összefűzni egy csokorba, hogy egy olyan dramaturgiai vonalat vigyen, ami még mondjuk a színpad, táncszínpadokon nem nagyon találkoztunk vele, vagy egy kicsit jobban másfele tud ablakot nyitni erre a nagyon érdekes kultúrára. És akkor azt gondoltuk ki Dezsővel, hogy az 500 évvel ezelőtti cigány mesterségekből merítünk, ez a kötőszöve és a cigányok csodálatos vándor természete, természetesen, ami még nagyon izgalmassá tudja ezt az egész előadást varázsolni. Úgyhogy itt a teknővályók, a sármunkával dolgozók, a fa, a teknő, a kovácsmesterség, a muzsikus cigányok. Mutatványosok, és akkor a cirkusz világa. Ami még bekapcsolódott ebbe a történetbe, hiszen nem csak a tánc terén próbálunk minél több mindent megmutatni, hanem a muzsikában is különböző műfajokat hoztunk be ebbe a műsorba, a Canaro zenekar, akik egy szintó cigány. Gypsy jazz, tehát egy kicsit egy ilyen vibráló, tehát egy más stílusban, és aztán a magyar cigány, tehát a vonós zene. Éttermi zene is, akkor a régies gitár, kanna zene, tehát hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon egy ilyen nagy volumenű dolog. Izgalmas, és Lakatos Mónika csodálatos énekesnő, aki ezt nem csak a díjai igazolják az ő különlegességét, hanem a hangja. Tehát egy ilyen kicsi, vékonyka asszonyka, és olyan hangja van, hogy így szerintem mindenki így belenyom a nézőtéren a székbe. És hát Rostás Mihály Mazsi, aki ezt a kannás cigány zenét képviseli. Olá cigány zenét képviseli, és a Pálházi Bence és zenekara, akik pedig kiszolgálják ezt. Tehát nagyon sok szereplős a történet, a Szentendre Tánc Együttes közreműködik a műsorban, és hát a 2022-ben hivatásossá vált Fitos Dezső társulat legfiatalabb hivatásos együttes az egész műsornak a főszereplője. Így van. Azért ezt mind összehozni nem lehetett egy egyszerű munka, és most ezt tulajdonképpen újra gondolva egy új helyszínen jelenik meg. Maga az alkotási folyamat, az hogyan zajlott? Hát ez egy hosszú dolog, mert ugye a tánc, a cigány táncok hát, nagyon nehezek. Ritmikában, egyáltalán, hogy hogy néz ki, hogy fordul a nő, hogy csap az ember, és hogy az egésznek van egy rendszere, amire rá kellett úgymond jönnünk és megtapasztalni, tehát gyűjtöttünk hozzá, mert ez még egy élő dolog, tehát még ez bugyog, pezseg, tehát ez még nagyon-nagyon megy ez a tánc, ének, családokban, tehát hogy ez egy igen, ez egy tetten érhető kultúra. Működő dolog még ma is. A mai napig így van, és hát ugye mi eléggé szeretjük ezt a fajta kultúrát, régről gyűjtjük is Dezsővel, de hát rengeteg akadémiai gyűjtés is szolgálja ezt, úgyhogy természetesen nem csak tánc technikailag, tánc szakmailag készültünk erre az előadásra. Megmondom őszintén, hogy a pandémia idején volt rá idő, mert akkor ugye
munkát lehetett végezni, és akkor ez a munkavégzés ez ebben a felkészülési időszakban azért egy elég hosszú... Egy év majdnem, tehát... Időszakra. Tehát ez egy kicsit így túltett, tehát túl tudtuk élni ezt a nehéz időszakot, és ez a műsor és ezek a táncok nekünk effektíve segítettek ebben. És nem csak technikailag, még egyszer mondom, szakmailag készültünk erre, hanem lelkileg és szellemileg is. Tehát meghívtunk egy Daróczi Ágnest, aki kicsit erről az egész kultúráról mesélt, és felkészültünk erre mindenhogy. Tehát megismertük ezeket a mesterségeket, néztünk dokumentumfilmeket, beszélgettünk hagyományőrző mestereket. Szuhai Péter, muzeológus, néprajzkutató, aki ezt az egészet nagyon mélyen beleásta magát a roma mesterségek kutatásában. És hát itt nem csak a néptánc, hanem a mozdulatművészet, maga a munkának a ritmusa, taktusa nagyon szolgálja, nagyon segítette a táncokhoz való eljutást. És hát ez egy nagyon izgalmas munkafolyamat volt valóban. Igen, valóban úgy is hangzott rendkívül izgalmasan. Nagyon jó előadást kívánok akkor majd ezen az új helyszínen újra gondolva. Nagyon szépen köszönjük, várunk mindenkit szeretettel.